Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... ...nak vendégei, mert csodára képesek a választások előtt a pártok, Huszti Andrea és Türmer Gyura, majd mindjárt ők személyesen elmondják, hogy honnét, és mi ez a nagy egymásra talál. Szép jó reggelt kívánok, kezdik reggelt a hölgyem, kezit csokkolom. Jó reggelt. Ugyan nem tudom, láttam mi... már önöket a parlament előtt együtt, de hát mi történt? Igen, nem tudom, hogy miért csoda az, hogyha két baloldali párt egy nagyon fontos ügyért együttműködik, együtt dolgozik. Mert ugye most már a munkáspárt is felvállalta a mi kezdeményezésünket, mi szerint 250.000 forint legyen a nettó minimálbér Magyarországon. Itt a bizonyíték, megmutatom a nézőknek is, ez még nem Huszti Andráéknak, hanem az Iszomnak a lapja, hanem a munkáspártnak, Szabadság címlapon 250.000 forint minimálbért adómentesen. Igen? Igen, mi még ahogy a... Szanyi Tibor miniszterelnök jelöltünk, szoktam mondani, mi a Templomegere párt vagyunk, pólónk az már van, itt mutatom be, megint a tavaly nyári pólónkat is itt mutattam be először a heti tévénézőinek. Érdekes, úgyhogy újságunk, is egyeznek. Újságunk az sajnos még nincs, de együtt egy oldalt a következő azért. Számból majd kijárunk az elnök úrnál. Természetesen, ha megfelelnek a lap nívójának. Elnök úr, mikor gondolt arra, hogy együtt fog a téren lenni Szanyi Tiborral és a pártjával? A munkáspárt mindig azt mondta, hogy ha vannak jó dolgok, ami segít a dolgozó embernek, a munkásnak, a népnek, akkor azt támogatni kell. A minimálbér emelés az mindig szerepelt a munkáspárt programjában is. Ugye a 2018-as választáson mi mondtuk egyedül azt, hogy legyen 200.000 forint a minimálbér, és az természetesen adómentesen. Tehát a mi gondolkodásunkban ez a téma benne van. Aztán itt volt ugye a tavalyi és még az idén is ható koronavírus, ami rádöbbentett bennünket arra, hogy nagyon sok ember nagyon nehéz helyzetbe került, és ezeknek az embereknek segíteni kell. Amikor meghallottuk a Viszont párt kezdeményezését, akkor azt gondoltuk, hogy ez egy jó ötlet, miért ne támogatnánk. És ahogy látni az újságunkon és a saját jelképünkkel, a saját platformunkon, a munkáspárt is gyűjti az aláírásokat, és bízunk benne, hogy szeptemberre meg fogjuk haladni együtt azt a 250.000-et, amit megcéloztunk. Ezzel tulajdonképpen egy jelzést szeretnénk adni, egy jelzést a társadalomnak, az embereknek, tegyünk valamit, mert ha mindig arra várunk, hogy majd az országgyűlésből kapunk egy kis ajándékot, vagy majd a miniszterelnök úr küld ajándékot, vagy majd abban bízunk, hogy 2022-ben a jóisten megváltoztatja a kormányt, és akkor majd azok adnak, akkor soha nem jutunk előre. Jóisten is azt szokta üzenni az embereknek, csak oda kell figyelni, hogy ha nem teszel magadért semmit, akkor nem lesz semmit. Az a miénk, amiért megküzdünk. Ezért gondoltuk úgy, hogy működjünk együtt. Ketten többre visszük. Van a piacon még valaki, aki nyíltan baloldali érzelmű? Arra vagyok kíváncsi, hogy elmondja-e. Hát nézze, baloldali ember sok van. Én azt mondom, hogy ezeken a baloldali, jobboldalin kár vitatkozni, mert baloldalinak mi azt tekintjük, aki hajlandó a tőkétől elvenni, a tőkét megadóztatni, és azt odaadni a dolgozó embernek. Aki csak azt érti a baloldaliságon, hogy a szíve a baloldalon dobog, vagy ezt ilyen reklámkampányként használja, az természetesen nem az. Nem az. Mit vár ettől az összefogástól? Könnyebben be fognak mind a két párt tagjai jutni a parlamentbe, tehát parlamenti az nagy csoda lenne, hogy még miniszterelnökük is lenne, de jelentős székmennyiségre tudnak szert tenni a következő parlamentben? Hát nézem, most tettünk egy nagy lépést, ugye sok minden ügybe egybe lehet pártokat és erőket hozni, van, aki most ugye a kínai egyetem ellen agitál és tiltakozik. Mi azt gondoljuk, hogy valóságos problémák. Beleállt a fejembe, erről is külön akartam valóságos kérdezni. Problémákkal kell foglalkozni. A minimálbér az, hogy miből élünk, az ilyen kérdés. Az az alap.
Most megismerjük egymást, együttműködünk egy nagyon konkrét dologban. Ez nem a választásról szól, hanem arról, hogy az embereknek ma a választásoktól függetlenül is több pénzt kell adni. Tehát kizárja azt, hogy amennyiben ez a projekt szárnyra kap, akkor együtt induljanak a választásokon is? Hát mi nem zárunk ki semmilyen lehetőséget, de hát még csak június van. Most mindenki végzi a saját munkáját, mi is állítjuk a jelöltjeinket a választókerületekben, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Elnök úr, nem csak a kínai egyetemről való véleményére vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy olyan pártok, amik idáig tűz és víz voltak, ebbe a hetekbe vannak benne, azelőtt hatoknak hívták őket, akkor én francia saláta koalíciónak hívtam őket, most már heten vannak, tehát többen az iszom nem került bele, mert konkrét tartása van. El szabad hinni, amit mondanak? Be fogják ők tudni tartani? Hisz tűz és víz az ott megjelent pártok képviselői és az ideológiájuk is. Szerintem nem fogják betartani, és összeállni sem lett volna szabad, és én azt gondolom, hogy a választóknak nagyon komoly fejtörést okoz. Szóval egy párt nehezen szabadul meg a múltjától, nehezen szabadul meg a cigányozástól, a zsidózástól, a szélsőjobboldali kijelentésektől. Ezt nem lehet egy ilyen megállapodással keresztül húzni. Mi nem álltunk volna össze a Jobbikkal. Mi reményünk szerint már most nem tudják tartani, mert ez az előválasztásnak nevezett dolog, ez biztos, hogy már nem. Ezt nem azért mondja, mert nem vették be önöket? Nem azért mondom, mi ugye tavaly decemberben pontosan azért mondtuk ki, hogy akkor hogy vége, és mi ezért nem fogunk küzdeni, mert akkor láttuk, hogy egyrészt nem esélyegyenlőségen alapuló előválasztás lesz. Ez az előválasztás már, ugye én tavaly nagyon sokszor elmondtam, hogy az Igen Szolidaritás a demokrácia ünnepének tekinti ezt az előválasztást, de hát ez már nyomokban sem tartalmaz demokratikus elemeket. És ami a legfőbb számunkra, hogy kiderült, hogy nem a programok versenye. Ugye nekünk tavaly október óta van egy kész programunk, tavaly nyár óta van egy miniszterelnök jelöltünk, most már több jelöltünk is van, ugye 55-nél tartunk körülbelül. Ez egy nagyon érdekes, itt álljunk meg egy pillanatra, ez ugye egy ilyen keleti stúdió, meg lehet állni, nem mondunk monológokat, mert azt otthon is lehet. Mennyire volt sikeres ez a képviselő kerestetik című játék? Hát ennyire, hogy most már 55-nél tartunk, ugye január körül dobtuk be ezt az úgynevezett pályázatot, és most már 55 jelöltünk van, azt gondoljuk, hogy ez őszre... Ez még mindig nem 106. Ez még mindig nem 106, sőt nem is 71, de őszre meg fogjuk találni a kellő számú jelöltet ahhoz, hogy listát tudjunk állítani, mert az előbbiekre visszatérve az Igen Szolidaritásnak az a fő célja, hogy egy erős baloldali frakció legyen a Magyar Országgyűlésbe, aki továbbra is képviseli a dolgozók, a bérből, fizetésből élőknek a képviseletét, amit ugye 30 éve a rendszerváltás óta nem nagyon látunk. Ezért is alakult meg ez a párt. És egyébként még arra visszatérnék, hogy két baloldali párt összefog. Azért mi próbáljuk ezt a dirib darabjaira szakadt magyar baloldalt azért így összeszedegetni, mert azt gondoljuk, ahogy elnök úr is elmondta, hogy közös célokért muszáj együtt dolgozni, mert nagyon-nagyon nehéz munka ez. Az emberek már belefásultak ebbe a mindennapi mókuskerékbe, robotba, és sajnos már el se hiszik, föl se fogják, hogy ők kereshetnek 250 000 forint nettót. És hogy mit csinálnának abból, tehát hogy nagyon-nagyon sokat kell, és ezért is lesz most Székely Sándornak, az országgyűlési képviselőnknek ez az országjárása, egyszerűen tájékoztassuk erről az embereket, hogy így, ahogy elnök úr mondta, hogy a melósoknak, a munkásoknak, a dolgozóknak kell kiharcolni azt, mint ahogy a munkásmozgalmi történelem ezt mutatja is, hogy mindig ezekből a harcokból lettek eredmények. Nagyon jön ez a szocializmus. Most, hogy így négy szem között vagyunk, árulj el nekem, hogy mit vár a munkáspárttal való együttműködéstől. Én azt várom, hogy legyen 250 000 forint a minimálbér nettóban Magyarországon, és ezt a munkát elvégezzük. Akár együtt. Egyébként ehhez a aláírásgyűjtési akcióhoz már május 1-én csatlakozott a
a Munkáspárt 2006 európai baloldal is ugye Vajnai Attila pártja. Akik a Munkáspártból akikkel tavaly már együtt működtünk a borsodi időközi kapcsán. Én ezt nem tudom, mert nekünk az a fontos, a cél érdekében, az a fontos, hogy minél többen vigyék ennek a hírét, hogy igenis lehet 250 ezer forint a nettó minimálbér ma Magyarországon, és ezt elhiggyék az emberek, és harcoljanak érte. Értem, megint senkire nem mondott semmi rosszat, és ezt külön díjazni tudom, mert általában a kis pártok engedhetnék meg maguknak, hogy rosszat mondjanak nagyokról. Ez az 55 jelölt ideológiailag is magának érzi ezt a baloldalt? Ez alapfeltétel volt, úgyhogy igen. Igen, nagyon, nagyon jó közösség van kialakulóban, fantasztikus, nagyon sok a fiatal egyébként. És például azt, hogy bennünk meg se fogalmazódott ez ilyen nagyon pontosan. Egy 20 éves jelöltünk mondta ki, hogy hát ti a rendszerváltás veszteseiért vagytok, és a rendszerváltás veszteseinek akár az unokáiért is. Tűzmer elnök úr a rendszerváltás óta harcol ezért. Hogy fogja folytatni a harcot, hogyha nagyobb lesz a tábor? Ugye mi ebben az akcióval elsőben azt a célt szeretnénk elérni, hogy megmutassuk a társadalomnak, hogy lehet értelmes célokért együtt működni másokkal is. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye most az ellenzék is és a kormánypártok is azt akarják elérni, hogy csak két tábor legyen, és véletlenül se jelenhessen meg három harmadik erő. Ugye a választási törvény módosítása, amely ugye a 27-ről 71-re emelte a listaállításra szükséges egyéni jelöltek számát, ez kifejezetten azon pártok ellen irányul, amelyek harmadik erőként jelenhetnének meg. Tehát a mi művészetünk most abban van, hogy megmutassuk, hogy igenis 2022-ben is vannak olyan emberek, akik se ezt nem akarják, se azt nem akarják, hanem egyszerűen jobb életet akarnak, a dolgozó embernek akarnak jobb életet. Mert itt lehet sok mindent várni, és sok mindent kapnak is a kormánytól, tegnap miniszterelnök úr is újabb ígéreteket tett, de ez megint csak a középosztályt érinti, és azokat a szerencsétlen embereket, akik nem tudják kihasználni az adókedvezményeket, mert egyszerűen nincs annyi jövedelmük, azokat nem érint. Hát most nekünk velük kell foglalkozni, és őket kell biztatni, hogy gyere el a választásra, feltétlenül szavazzál, mert mindenképpen rólad döntenek. A Munkáspárt igyekszik ezt az erkölcsi tőkét hasznosítani, hiszen valóban 30 éve mi küzdünk a dolgozó emberért, és mi nem loptunk, nem csaltunk, nem korumpálódtunk, ez egy fontos érték. Szeretnénk elérni, hogy ne csak bízzanak bennünk az emberek, és ne csak mondják, hogy jó, amit mondtak, hanem valóban szavazzanak is ránk. Ez persze az kell, hogy a szimpatizáns tábor fölkeljen azon a napon, amikor szavazni kell, és elmenjen, és az urnába bedobja a megfelelőt. Hát nézd, föl kell ébresztenünk az embereket. Itt nagyon sok ember még a 30 évvel ezelőtti Csipke Rózsika álmát alussza, és elhisz újabb és újabb meséket és illúziókat. Ma már látjuk, hogy se az Európai Unió, se a NATO, se a kormányváltások nem változtatják meg gyökeresen az egyszerű embereknek az életét. Tehát ha jobbat akarunk, akkor csinálni kell. És ebből az akcióval igazából a szakszereteknek is üzenünk. Hát ez egy tartatlan állapot, hogy a magyar dolgozók 8-10%-a tagja a szakszervezeteknek. És a szakszereti vezetők most már nem azzal törődnek, hogy mi lesz jó a dolgozónak, hanem azzal, hogy melyik pártot érdemes támogatni jövőre. Hát ne azzal foglalkozzanak. A szakszervezet dolga az a dolgozó ember. Nem ez a küldetése a szakszervezetnek. Van még küldetése a mai szakszervezeteknek Magyarországon? Akkor újjá kell szervezni. Egy szakszereti vezető most nyilván tudja, kiről van, nem mondhatja azt még a miniszterelnök jelölt kijelölése előtt, hogy én őt támogatom. Nem az ő dolga. Tehát az ő magánember lehet, de a szakszereti mozgalmat nem lehet egy pártjelölt mögé állítani, hiszen a munkás lehet ilyen párti, meg olyan párti, meg olyan párti, de nekünk nem erre kell figyelnem, arra, hogy te munkás vagy, te dolgozó vagy, téged kizsákmányolnak, téged bántanak, tőled elvesznek. De a szakszervezetnek az érdekképviseletet kell biztosítani. Ez így van, ez így van. Öröm volt Önökkel, és visszavárjuk Önöket. Kedves nézőim, az elmúlt percekben egy rendkívüli nagy
összeborulásról, találkozóról tudtunk beszámolni. Huszti Andrea az ISZOM-tól, Türmer Gyula a Munkáspárttól. Bízom benne, hogy a térképen rajta maradnak, rajta lesznek, és esetleg még a parlamentbe is bejutnak. Köszönöm, hogy itt voltak, visszavárjuk. Szépen. Előzetesek, és már is jövünk, visszatartsanak velünk.